következő, ezen szögek közül minél többet próbáljunk meg kiegyensúlyozni ezen az egyetlen függőlegesen álló szögnek a fején, úgy, hogy az egyensúlyi helyzet stabil legyen. Egy szöggel még megpróbálkozhatunk úgy, hogy megpróbáljuk a két szöget egymás fején megállítani. Ez az egyensúlyi helyzet azonban labilis, ebből a helyzetből kitérítve a szöget, azonnan leesik. Két szöggel már mindezt nehéz megcsinálni. Próbáljuk meg ezt a 12 szöget összesen mindet rárakni erre a szögre. Nyilvánvaló, hogy valami speciális elrendezés szükséges, ez pedig a következőképpen tegyük meg. Láthatjuk, hogy most már 10 szög van az egyetlen szögnek a fején. Ezt a rendszert azonban egyensúlyi helyzetéből kimozdítva, az az egyensúlyi helyzetbe visszatér, az egyensúlyi helyzet stabil, az egész rendszer fizikai ingaként leng, hiszen a tömeg középpontja az alátámasztási pont alá esik, minél több szöget helyezünk el a két tartószögre merőlegesen, annál stabilabb lesz ez az egyensúlyi helyzet. Megvizsgálhatjuk a fizikai inga lengés idejét attól függően, hogy hány szöget raktunk a keresztrudakra merőlegesen. Hogy a szögeket a tartószögek két végén szimmetrikusan helyezzük el, így a tömegközéppont helye függőleges irányban nem változik. Több szögből állítjuk össze a rendszert, a tömeg középpontja annál lejjebb kerül, hiszen a feltámasztott két tartószöghöz képest a függőleges síkban lévő szögek tömege egyre nagyobb, a rendszer tömeg középpontja egyre lejjebb kerül, így a inga hossza nő, tehát a lengés ideje is növekszik.